az igaz, hogy Isten egy, és az igaz, hogy sokszorosítja magát, teremti lelkeket, de nem azért, hogy ő a lelkek szemében kapjon valami több tapasztalatot. Istennek egyáltalán nincsen szüksége arra, hogy anyagi világban szerezen tapasztalatokat. Ezért teremtette lelkeket, hogy tapasztaljon szeretettet, hogy végtelen lélek vagy, és minden lélek egy egyéni személyiség, egy egyéni csoda, és egyénileg szereti Istent, és Isten egyénileg szereti minden lelket. Ezért teremtette. Mert, ha Isten a, teremtette volna lelkeket azért, hogy azok keresztül, amit tapasztalnak a lelket itt világban szerezen magának, az nem Isten, mert akkor már nem tökéletes. Mert mivel Isten tökéletes, Ő mindent ismer, mindent tud, minden tapasztalata megvan, nincs semmi szükségre, egyre van szükség szeretetre, mert ez a boldogságnak a forrása.